Mi történik? Mi van? Jó, hát akkor köszönök én. Köszönj te először most. Most? Igen, most te! Jó, hát sziasztok. Ismét én köszönök. Sziasztok, jelentkezünk a Csajoktákról a legújabb részével. Itt van velem végre újra Bettina. Végre látok, és itt van velem Dia. Sziasztok, én mindig Dia vagyok. És ígértünk nektek legutóbb, még a közös részünkben egy H3-as headsetet, amire rengeteg tök jó fej komment érkezett tőletek, úgyhogy Betty szigorú sorsolás keretein belül ki is választotta a nyertesünket. Bizony, a nyertes pedig Boglárka Kovács. Köszönjük a kommentetet, Bogi, a jutalmad egy fejhallgató. Kék színben, mert abban kérted. Bizony, és mindenkinek köszönjük, aki írt. Fogad szeretettel. A legutóbbi részben ugye megmutattuk nektek az Asus legújabb távperiféria kínálatát. És vissza is tudjátok nézni a videót itt. Igen, hogyha lemaradtatok volna, akkor mindenképpen pótoljátok. Ma viszont egy igazi ínyedséggel készültünk a Republic of Gamers fanoknak, ugyanis elhoztuk nektek a legújabb, még talán meg sem jelent, vagy egy-két hónapja megjelenő ROG periféria szériát. Na, remélem, hát kíváncsiak vagytok rá. Ezeket ki is próbáltam, úgyhogy a tapasztalataimat megosztanám veletek. A személyes kedvencem a ROG Trón és a hozzátartozó két füles volt. Igen, nem csak egy sima unboxing videóba készültünk ma, hanem a Betty ezeket tényleg két bazi nagy szatyorban haza is vitte, és ezeket hetekig próbálgatta. És hát neked az jól tudom, akkor a legnagyobb kedvenceid a headsetek, úgyhogy kezdjük a headsetekkel. Már első ránézésre szemet szúrt az, hogy a Deltából fehér verzió is van, ami elég ritka szokott lenni a gyártóknál, úgyhogy én ezt választottam ki, hogy kipróbáljam. És hát ugye a fülpárnái Delta alakúak. Igen, egy nagyon speciális ilyen inverse D forma kialakítású fülpárnát kapott. Két pár fülpárnával fogjátok egyébként a dobozban megtalálni a headsetet. Lesz benne egy szövetezett borítás, illetve egy nagyon puha ilyen proteinműből borítású is, attól függ ki, mit szeret. Nyilván a szövetezett egy kicsit jobban szellőzik, illetve a műből az pedig jobban takarítható lesz. Bizony, és hát nekem a hangzása is tetszett, főként ugye a ROG Trón QI-jal együtt, mert így ugye a 7.1-esé vált. De jól tudom, te nem csak játszani, amit csomószor zenét is hallgatsz, persze, például a munkaközben. Hát munkaközben, akkor abszolút. Így érezted a különbséget. Nagyon jó volt így. Igen. Igen, egyébként a Delta az egyik első olyan headset, így a gaming headset piacon, ami konkrétan hifi minőségű, ilyen ISS négydakos rendszert kapott, aminek köszönhetően sokkal veszteségmentesebb lesz a életvitele, sokkal kevesebb zajt fog felvenni, sokkal tisztább lesz az egész audio képe a zenének, illetve a játék alatti hangeffekteknek. Ahogy az előbb a Betty is említette, például a Thronnal, ami egy QI-töltős fejhallgató állvány lesz, virtuális 7.1-es akzást fogtok tudni kihozni belőle. Mert ugye van benne hangkártya is. Így van. Fejhallgató erősítőként, illetve digitál analóg konverterként is funkcionál, meg ugye USB hub. És hát ugye USB hub-ként, mert van rajta itt kettő, ami kifejezetten hasznos volt számomra, mert a headsetet is ebbe csatlakoztattam, meg a billentyűzetemet is. Illetve ugye vezeték nélküli töltő funkciója is van. Tehát, hogyha a talpára teszel bármilyen QI töltéssel kompatibilis és új eszközt, akkor azt tölteni fogja az asztalodon. Tök jó, mert egy csomó mindent rendezni tudsz vele, rendet tudsz vele tartani, meg persze a húraszinkás. Igen, ez kifejezetten fontos volt, leszettem az Armory 2-t, és így szép volt. Hát többek közt a Deltát is ugye ezzel a körkörös RGB világítással össze fogod tudni szinkronizálni a többi Asus perifériáddal. Na de beszéljünk az igazán nagy vadról. Hogy tetszett a téta? Hova tettük a tétát? Tehát én ezt inkább egy nagyobb férfi fején tudom elképzelni, mint a sajátomon, de azon kívül amúgy nagyon kényelmes volt. Igen, annak ellenére, hogy súlyban nagyjából közel másfélszerese például az előbb megnézett Deltának. Viszont ez egy valóban prémium kategóriás headset lesz. Tehát ez valós 7.1-es hangzás fog számodra biztosítani. Ugyanazokat az előnyöket, amiket az előbb Deltánál mondtunk, azokat természetesen tartalmazni fogja, mind a kialakítás, mind a dupla fülpárna, mind a 4-es DAC rendszer tekintve. Csak ezen kívül lesz benne még 7-es, tehát az 7 darab Asus Essence Driver, hogy valóban valós térhatású hangzás biztosítson számodra, akár egy filmnézéshez, akár természetesen FPS játékokhoz, mindenhez. A kompatibilitását az előbb a Deltának nem mondtuk el, de mivel USB csatlakozós és van hozzá USB-C átalakító, minden platformon fogjátok tudni használni. Ugyanúgy, ahogy ezt is. Így van, ahogy a tétára is elmondható ez. A téta elég bika kábelekkel rendelkezik,
Viszont... Mik a kábelek? Ezt a funkcióját ne használjátok. Viszont szükség is van rá, ugyanis van benne egy beépített mikrofon, illetve ezek mellett vezérlőgombokat is találtok, mint például amivel mute-olhatjátok, vagy válthatok a hangprofilok között, ugye a 7.1-ről, illetve egy hangerőszabályzó is van rajta. Ezen kívül ugye a 7.1-nek kell is a hely, szóval meg az energia, úgyhogy kellettek ezek a kábelekre. Illetve ez viszonylag nagy kialakítás, mert ugye egy több mint 600 g-os fejhallgatóról beszélünk. De azért egész kényelmes, hiszen itt van egy ilyen kis párna, ami azért segít. Illetve a főpárnás kialakítása is azért viszonylag sokat elvesz abból a súlyomásból, amit ráhelyezne a fejedre. Igen, a beépített mikrofont azt említetted, ez egy szembetűnő, hogy ugye nincsen mikrofonkar rajta. Nagyon-nagyon speciális mikrofont kapott a Téta, mégpedig egy ilyen AI vezérelt beépített mikrofont. Mit is jelent ez pontosan? Konkrétan ki fogja szűrni az összes többi zajt, ami nem a hangoddal azonos. Tehát ha például a háttérben beszélnek hozzád, akár a kollégáig magyaráznak mögötted, mert hát nyilván munkahelyen is kell játszani. Illetve, hogyha mechanikus billentyűzetet használsz, hangosabban kattan az egered, ezek egyike sem fog beszűrődni a mikrofonba. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon speciális, szerintem a piacon egyedi technológia, ami többek közt hozzájárul szintén az árához a terméknek. Szeretnél még valamit elmondani róla? Vagy beszéljünk végre a billentyűzetekről. Szerintem hozzuk a billentyűket. Hozzunk nektek billentyűzeteket. A billentyűk végignyomkodása után arra jutottam, hogy igazából minden áramban találtam valamit, ami nekem tetszik. És ami közös bennük, az ugye a hosszú kontroll, ami játékhoz igencsak jól jön. Úgyhogy nagyon nehéz lenne a választás. Ezt el kell mondani, hogy mind a három billentyűzetet Scope-nak hívják. Minden? Viszont lesz mindegyikben egy kis finomság, ami miatt különböző. Tehát ami miatt az Asus úgy döntött, hogy ezt a fajta mechanikával szerelt alumíniumgázas billentyűzetet, ezt három különböző modellre fogjuk bontani, hogy tényleg minden játékos megtalálja az egyéni igényeire szabott leginkább megfelelő. Egyéni igényeinek leginkább megfelelő billentyűzetet. Ezt most elmondjam még egyszer? Ne, kérlek, ez annyira jó. Hagyd már benne. Viszont ami ilyen nagyon univerzális, az ez, mert tényleg az, ami minden funkciót betölt. Tehát a Basic Scope, ugye? Igen, és ezen van nem pedig is. Külön-külön a VASD szép ezüstel, ami tetszett, meg egyébként elég minimalista megjelenésű, meg nem csúszkál ugye az alumínium váz, úgyhogy elég szuper. Igen, egyébként az egyik legfontosabb tényezője az, hogy lesznek rajta egy nagyon spéci funkciógombok, tehát alapból lehet rajta a játékmód, illetve a média mód között váltani, mégpedig az FM meg az INS lokkal párhuzamosan, így ezt a négy gombot ezt fel tudjátok szabadítani makrónak a játékokhoz. Ezen kívül lesz rajta egy tilt gomb, ami egy rejtőzködő gomb, ezt használtad? Kipróbáltam, igen, csak kíváncsiak lennék a véleményetekre, hogy ezeket milyen szituációban hasznos. Esetleg alkalmazni, ugyanis egy gomb legnyomásával azonnal bezár minden aktuálisan futatott alkalmazást és minden hangot. Esetleg nem egyedül, akkor ez hasznos lehet. Mute-ol. Így van, és azonnal szintén megnyomásra azonnal visszanyit mindent. Működik. Tehát másodperc tört rész alatt ez meg fog történni, úgyhogy maximális biztonságban érezhetitek magatokat. A PBT kifejezetten tetszett. Kifejezetten a billentyűs sapkáknak az anyaga miatt, igen, mert nagyon szép mat, meg nagyon érdekes tapintáson egészen eltér a többi billentyűzettől itt. És hát ugye adtak hozzá cserélhető billentyűs sapkákat is, és nagyon tetszik nekem ez a három szín dizájn. Ugye amit számomra hátrány volt az, hogy nincs RGB világítás, de hallottam, hogy másnak ez kifejezetten előnyére tud válni. Igen, nagyon-nagyon sokan említettétek például a többi videóink alatt is, hogy nektek az igazi gamer feature-öket nem igazán hozza meg az RGB világítás, és ezt például pontosan azoknak készítettük, akik nem igénylik a háttérvilágítást, akik nem akarnak semmi csili-bilit, valami igazán tartós tapabírót akarnak, pont ettől a PBT speciális műanyag borítástól sokkal, de sokkal kevesebb lesz a billentyűkopás, nem fognak fakulni a billentyűk. Viszont árban például az RGB világításos egy kicsit olcsóbb is lesz, viszont ugyanazokat a mechanikákat tartalmazza. Csak a lényeget nem mondtuk el, persze az a teljes Scope széria MX Cherry mechanikákkal lesz szerelme. US layout-tal más országok piacon egyébként megtalálhatjátok az összes Cherry mechanikával, a magyar piacra viszont a magyar kiosztása az brownos lesz. De. Na de azt mondtad, hogy... Hát igen. Hogy ő volt a legszimpatikusabb. Bizony. Ugye viszont... a TKL. Tehát ugye beszélünk egy sima szkópról, egy PBT szkópról, illetve a harmadik verziója a TKL lesz. A legszembetűnőbb különbség pedig. Nincsenek rajta számok, nem ped.
számok vannak. Számok vannak, csak a námped, nincs námped, és azon nincsenek számuk. Igen. Ez meg ugye fontos, hiszen amikor játszom, akkor én általában alacsony DP-n szoktam. És akkor a nagy kézmozdulathoz kell az extra hely. Így igaz. Ez tök igaz, viszont azt mondtad, hogy munkához meg mondjuk tök frontos. Abszolút, úgyhogy én egy olyat használnék, ami van námped is, viszont hogyha te otthon nem használod a námpedet, akkor abszolút akár fölösleges is lehet teljesen a létezése. Egyébként tök kompaktá teszi a billentyűzetet az, hogy nincsen rajta námped, tehát sokkal könnyebb is lesz, illetve sokkal kevesebb helyet igényel. Le tudod csatlakoztatni a kábelt, tök egyszerűen be tudod dobni a táskádba. Úgyhogy ez szerintem elsősorban a hordozhatóságot, illetve a kisebb asztalon való helyfoglalást fogja számodra biztosítani. Nagyon szorít minket az idő, úgyhogy most tovább is megyünk az egerekre. Két kategóriájában egy picit eltérő egeret vittem haza. A Pugio 2-t és a Chakramot. Még az előbbit balkezesek is tudják használni, a Chakram sajnos csak a jobbkezesek számára van. Viszont hozzá kell tenni, hogy szerintem, ha van tökéletes kialakítású egér, akkor ez egy olyan eger lesz. Tehát ezt mindenképpen muszáj kipróbálnatok, amint szembe jön az első boltban. Nagyon szépen felfekszik rá. Zseniális kialakítása van az anyag használata és minden. Igen. És egyébként a Pugiót már korábban láthattátok a polcokon, ez egy kettes verzió lesz belőle, ami wireless módban is elérhető, tehát tudni fog, tehát használható lesz persze vezetékkel is, akik jobban szeretik, vagy stabilabbnak gondolják a vezetékes jelenetvitel, de Bluetooth-on, illetve 2.4-es USB-stickkel is fogjátok tudni használni. Egyébként manapság már nagyon megbízhatóak a vezeték nélküli egerek, szóval nekem nem akad problémám vele egyáltalán. Oké, és egyébként melyik tetszik jobban? Én a Chakramot vinném haza. Jobbkezes is vagyok, úgyhogy tudom használni. Ami különösben, vagy különlegesebb benne az az, hogy van egy joystickom is az oldalán, és ugye ezt tudtam használni másféle játékoknál. Igen, ezt el kell, hogy mindenképpen érdemes kiemelni, mert nincs egyszerűen sok gombbal felszerelve a Chakram, viszont lesz rajta egy nagyon-nagyon spéci joystick gomb, amihez lesz egy extra tartalék gomb is, illetve egy extra fedél, hogyha nem igénylitek ennek a gombnak a használatát, vagy akár zavaró. Tehát lesz egy alacsonyabb profil gomb, egy magasabb profil gomb, illetve le lehet a helyét takarni, ki lehet venni. Mind a két egér egyébként mindenféle csavar, meg bármilyen pajszer nélkül tök egyszerűen szerelhető lesz, ugyanis full mágnesesen rögzült az egész. Sőt, mind a kettőhöz érkezik majd egy ilyen kis kit, ugyanis persze omlón kapcsolós lesz mind a kettő. Egy egyszerű csipesszel saját magatok otthon mindenféle egyéb erőszakoskodást. Várjatok, lehet, most eltöröm. Csak nem. Ennyiből tulajdonképpen szét tudjátok szerelni az egészet, le tudjátok kapni a borítást, és ki tudjátok cserélni a kapcsolót. Meg hát ugye a logót is lehet rajta cserélni. Ja, customizálható lesz rajta a ROG logó természetesen, ami a tenyered alatt van. Csak hogy igazán eye candy legyen a történet. Hát beszéljünk egy kicsit a specifikációjáról. Ja igen, tehát egyébként azt még gyorsan elmondom, hogy a joystick gomb ugye két módban váltható, tehát egyrészt tudjátok analóg módon használni, hogyha például valamilyen szimulátorra vagy autós játékkal akartok játszani, akár drifteléshez vagy bármihez. Szerintem baromi jól működik, csak be van dugva a gépbe. Illetve lehet tudjátok váltani a digitálisra, tehát például Battle Royale játékokhoz vagy FPS-hez baromi jó funkciókat fog ellátni, négy irányban hozzá fogjátok tudni adni, és akár fegyverváltástól kezdve bármilyen makróként be tudjátok állítani, természetesen mind a kettőnek lesz belső memóriája, úgyhogy a makró gombokat tudjátok majd programozni az Armory 2 szoftverben, ahogy a világítását is. És hát ugye első maradásokban gombok tekintetében csak hát, joystick nincs rajta, de... Így programozható gombos lesz. Árak tekintetében a Pugio 2 wireless most 36 körül lesz a boltok polcain, viszont a Chakramival a top-top-topról beszélünk, és számomra tényleg az egyik best egér, ami jelenleg a piacon elérhető, 59,9-ért hazavihető számotokra. Nem tudom, mi az, amiről nem beszéltünk, ami még esetleg neked szimpatikus volt. Ja igen, persze, ilyen scrollosan állítható lesz a DPI-je, esküszöm, többet nem nyomom meg, 100 és 16 ezer DPI között állítható, ami egy iszonyatos nagy érték, tehát persze igen. A legtöbb, tehát az átlag user ezeknek a DPI értékeknek a felét sem közelíti meg. 400 IPS optikai érzékelő lesz benne, tehát ezek optikai érzékelősegerek lesznek, illetve 1000 Hz-es frissítési rátája lesz. És hát egyébként kifejezetten jónak találtam a görgőjét, ami nagyon fontos játék közben is, meg egyébként is mindennapi használatnál, mennyire kopik, meg mennyire könnyen gördül. Nem tudom, szerintem ez egy pont optimális görgetésű nehézsége. Így van. És hát persze teflon talpas, tehát hogy ez egy tök evidens dolog már ebben a kategóriában. Na de hoztunk nektek egy belépő egérparot, mert hát ez is újdonság, és hát nem hagyhatuk ki a teljesség igénye miatt. Elhozzuk nektek a Slice. Hogy tetszett? Nekem kicsi ez az egérpart, hogy őszinte legyek. Polikarburántbevonatos.
Ezt egyébként ki is emelted még mielőtt forgatni kezdtünk volna, hogy nem tudtad berakni a táskádba, nem lehet összetekelni, nem? Ez egy merev, viszonylag merev felületű egérpad. Cserében viszont elcihatsz felette, koszolhatod, mert egy mozdulattal le lehet majd takarítani a 2000. használat után is, tehát a strapabírósággal nem lesz gond. Valóban kicsi, tehát hogy ezt inkább kis asztalokra vagy kis kézmozdulatokhoz tervezték. Laptop hosszan viszed a táskában, például befér abszolút. Akár. Úgyhogy mindenképpen szeretük volna őt is megmutatni nektek. Tehát ők voltak a Fugio 2 és a Csakram, a két legújabb vezeték nélküli egere az Asusnak, amit mindenféle csatlakoztathatási módon, mindenhogy tudtok csatlakoztatni a gépetekhez, illetve a Slice egérpadunk. És mielőtt elköszönnénk tőletek, szeretnénk nektek mutatni egy újdonságot, ami eddig nem volt az Asus kínálatában, és ezt lesz lehetőségetek, így a komment szekcióban megnyerni, hogyha kommentáltak nekünk. Mi legyen a mai komment témánk? Mi lenne, ha elneveznék a scope-on a rejtőzködő funkcióban volt? Jó! Írjátok már meg nekünk, hogy mire használnátok egy ilyen gombot, mert esküszöm, kíváncsi vagyok. Igen. És hogy tudnátok-e neki jobb nevet adni, mint a stealth? Így van. Tehát van bármi ötletetek. Be is hozom, megmutatom nektek, mert azt elfelejtettük kicsomagolni. Megvágod? Ezt itt meg tudod vágni? Igen, elhoztuk nektek a ROG Aerion-t, ami tulajdonképpen egy M.2-es külső SSD ház lesz. Kicsit most bénázni fogom, de igyekszek gyorsan bontani, hogy ne unjátok el nagyon magatokat. Mi már tettünk bele egy SSD-t, de egyébként maga a doboz, az nem tartalmazza az SSD-t magát, tehát azt külön kell megvásárolnatok. Ez egy ilyen mindenféle egyéb szerszámot nem igénylő szereléssel nyitható eszköz. Persze aura szinkes hát a világítása. Itt a logó. És lesz hozzá egyébként egy külső szilikonváz, ami védi az ütésektől, illetve egy rogos karabiner is, amivel fel tudjátok csapni akár a táskátokra, akár egy világító rogos hátizsákra is, hogy igazán stílusosak legyetek. De azt el kell mondani, hogy akár 10 gigabit per szekes írási olvasási sebességet tudsz számotokra biztosítani, hogyha nyilván ehhez kompatibilis SSD van benne. Hol van ehhez egy kábel? Hát meg akarom mutatni, hogy világít. Voilà. Szerintem úgy baromi jól néz ki. Igen, szóval ne felejtsétek el megkommentelni. Ne felejtsétek el bekommentelni, hogy milyen nevet adnátok a Scope billentyűzetünkkel, mert nagyon-nagyon remek és szerintem borzasztóan hasznos funkciójának. És ne felejtsetek el feliratkozni az IPA YouTube csatornájára. Így van, és ne felejtsetek el legközelebb csatlakozni, azok is ne felejtsetek el semmit, ne felejtsetek el. Vegyük már ezt újra. Nem! Sziasztok! Ciao.